A fürdőruhától elkezdve a márkásnak feltüntetett táskán keresztül a cipőn át a farmernadrágig. Tehát tulajdonképpen minden olyan használati cikk, amit nagyon sokan interneten vásárolnak, még akkor is, hogyha használ. A nő legtöbbször álnéven hirdette a nem létező árukat az egyik internetes portálon, mondja Komlósiné Kis Anett, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője. A vásárlóktól azt kérte, előre utalják át neki a vételárat, de az árucikkeket soha nem küldte el a vevőkhöz. Az egész országban bedőltek a csalónak, a rendőrségre folyamatosan érkeztek feljelentések 2014 és 2017 között. A csaló végül úgy bukott le, hogy mindig ugyanarra a bankszámlára kérte a pénzt. A szekszárdi rendőrkapitányság vizsgálati osztályának munkatársai 2017-ben azonosították a 33 éves tököli nőt, és megállapították, hogy több mint 1.200.000 forint kárt okozott. Kollégáim összesen 200 rendbeli csalást állapítottak meg a hölgynek a hölgyel szemben, akit 2017-ben még letartóztatásba is helyezett a szekszárdi járásbíróság. A szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai befejezték a nyomozást, és a keletkezett iratokat a napokban megküldték a szekszárdi járási ügyészségnek. Úgy tudjuk, a nő nem először csalt ki pénzt az emberekből, és mivel most 200 embert vert át, vélhetően több év börtönre számíthat.